az Indiai és a Csendes óceán irodalmaival foglalkozom, elsősorban francia nyelvi irodalmak, de egyébként a kreol, tahiti és egyéb regionális nyelvek is megjelennek itt. Az identitással foglalkozom, hogy a kultúra és identitás hogy jelenik meg az irodalmi szövegekben. Az egyetemen végül is török és francia szakon kezdtem tanulni, így a keleti nyelveket is egy kicsit megismertem. Alapvetően ugye francia nyelvű az az irodalom, amivel foglalkozom, de amit különösen kedvelek, a regionális nyelvek, tehát hogy ezekről fordítani. Itt a Seychelles-szigeteki kreolra, illetve a tahitire gondolok, amiről tudtommal elsőként fordítottam magyarra verseket is. Van egy végül is egy kultúrmissziós feladat, vagy egy ilyen tudományos diplomáciai feladat, hogy hozzáférhetővé tenni a nagyobb közönség számára is ezeket a kincseket. 2 éve alapítottam egy elektronikus tudományos és irodalmi folyóiratot. Elég neves nemzetközi hírű tudósokat és irodalmárokat sikerült megnyerni, hogy szerkesztő bizottsági tagok legyenek, és mára már ezt minden kontinensen olvassák. Ez az egyetlen folyóirat a világon, tudtommal, ami az óceánok irodalmára fókuszál. Hát költőként 10 nyelven írok, illetve publikálok verseket. Amit érdemes talán kiemelni, amik kicsit kuriózumnak számítanak, mondjuk a török, vagy a Seychelles-i kreol, tahiti, szuahéli. Eddig 3 könyvem jelent meg külföldön, angol, illetve francia nyelven írok általában, illetve hát az említett nyelveken is. Költőként leginkább a szabadság, emberi jogok, nemzetközi konfliktusok, interkulturalitás és az önmegismerés, amik leginkább foglalkoztatnak. És fontosnak tartom egyébként, hogy ezt az oktatásba is átültessük, úgyhogy itt is tartok órákat. A későbbi témavezetőmnek, Tóth Rika tanárnőnek köszönhető, hogy erre a területen fókuszáltam aztán. Ő Afrika és a Karib-tenger irodalmaival foglalkozik, és hát egyébként más jeles professzorok is hatottak rá, mint Már Judit tanárnő, vagy Bárdosi Vilmos és Kálai Géza professzor urak. Itt leginkább az a cél, ami vezérel, hogy a világnak a sokszínűségét valahogy próbáljam megragadni, ugye a sokféle nyelven keresztül is, amin írok, illetve tényleg visszaadni valahogy ezt a kulturális gazdagságot, amit ennek révén megismer az ember. Elkötelezettség, rendíthetetlen kitartás, szenvedély. Persze, hogy az ELTE-re jártam.